Hölgyeim és uraim, következő áldozatunk a Gravity Duck, aminek emlékeim szerint van most már második része is, de az idióta flash játékokkal. Első körben az első része fogunk kezdeni, csapjunk a lovak közé. Játék indít a szak. Na szóval, itt állok egy kőbálány előtt. Én a kacsa. Elképzelhető, hogy nem kacsának néz ki, de maradjunk annyiban, hogy ez kacsa. Legalább a békesség kedvéért, és a kőfaszfejnek össze kellene szedni 40 arany tojást. Ehhez egy nagyon hasznos segítséget ad, nem egy RPG 7-es rakétavetőt, vagy mondjuk egy nem tudom, taktikai atomtöltetet. Helyette tudjuk kontrollálni a gravitációt. Hajrá! X-el pörgetem a gravitációt. Az arany tojások, beleszámítva, hogy nekem is van 2 belőle, így már most tartunk kb. 4-nél 5-nél. Van 4, igen, akkor 5 tojás. Jajjaj! Szar folyó volt. Egyébként azt vártam ki, mert ez a játék ez úgy király, hogy van. Nem adok hozzá linket. Google-it mindenki tudja használni, nagyon fantasztikusan. Szóval azt vártam ki, hogy egy unalmasabb estében egy alkoholtesztet fogok vele végezni. Azaz végig fogom minden játékot segjózanul, és jegyzem, hogy hány halálesetem. Hány alkalommal haláloztam el, kurva anyát, például itt volt egy. Hány alkalommal haláloztam el, majd inni fogok körülbelül 4 centi pálinkát, ezt még nem döntöttem el. És ismételten végig fogom vinni a játékot. És természetesen újra jegyezni fogom a halálesetet. Számát. És ezt addig-addig ciklikusan csinálom, amíg nem látom értelmét a faszomat. Hát annak mondjuk látom értelmét. Amíg értelmét nem látom annak, hogy a játékot befejezzük, mert kielégítő eredményen jutottunk, vagy pedig a pálinka el nem fogy, vagy engem el nem visznek a detoxba. Ez egy nagyon hasznos kutatási eredményekkel fog szolgálni, én úgy gondolom, hogy az alkohol mennyiben befolyásolja az érzékelésemet, a reakcióidőmet, és úgy általában a hajlandóságot. Még nem tudom, hogy kamerák elé fogom-e vinni azt a dolgot. Lehetséges, és akkor az kurva élet, hogy Channel Classic lesz belőle. Fuck! Kurva élet, hogy Channel Classic. Számotokra is hasznos tanulságokkal szolgálhat. És elképzelhet, hogy egy alkohol ellenes örökentő kapány. Ne, bazd meg már ilyen hernyógecik. Alkoholellenes kampánynak zászlós hajójává válhat a videó. Na hogyan van, nagyon így, azaz, így kell ezt csinálni, tökösen és rámenősen nem kell megvárni, amíg az a féred visszaér. Jaj, izgalmas lesz ez, izgalmas lesz ez. Igen. Szóval, mint a féle Witch of the Science, tudom ugyan, hogy tekintettel arra, hogy a pályákat sokadik végigjátszásra már meg fogom jegyezni, és gyakorlatilag fogom benne szerezni. Ezért az eredmények némileg torzulni fognak. De én úgy gondolom, hogy az ilyen humán jellegű kísérleteknél minden egyes zavaró tényezőt nem lehet külön kizárni, és ténylegesen egyenként vizsgálni az adott állítási lehetőségeket, úgyhogy ennyiben maradunk. Én úgy gondolom, hogy ez egy úgy kiváló vizsgálat, ahogyan van. Ráadásul nem is állatkísérlet, bár hát annak is tekinthető, annak függvényében, hogy önmagamat minek nevezzük, vagy minek nézzük. Ennek már erre nagyon rábasztam. De nem, jó arc vagyok, nem baszok rá ilyenekre. És itt van az a köpködő... van az a kancsuska, tudjátok, az a húsevő növény. Elképzelhető, hogy így hánynak, amikor részegek, nem tudom. Hát ezt pedig nagyon behúztam. Figyelemmel kell. Én is tudom, hogy király vagyok. És sokadik végigjátszásra jöttem rá, hogy ez az előző pálya, ami most éppen itt elhalványult, az úgy nézett ki, mint egy kibaszott smiley. Baszk. Van egyébként egy-két olyan pálya, ahol már nagyon rájöttem a dolgokra. És olyan egyszerű trükkökön múlik az egész, hogy Ákos, mi a fasz csinálsz? Hogy egyszerűen azonnal el kell indulni.
Hát itt kapásból összeszedtem ezen a pályán három halálesetet, és az érdekes egyébként a Gravity Dogban, hogy van egy rakás olyan pálya, amit sokadik végigjátszásra is megcsinálsz hiba nélkül lényegében. Eszed benne jutna ezen a pályán meghalni, azon a pályán meghalni, és aztán... Bassza meg ezen elcsúszni. Aztán jön egy végigjátszás, és valami hülyeségen elkezdesz meghalni, de valami 6x7-szer, és nem érted, hogy mi a fasz van. Úgyhogy imádni való az a játék. Hát kapásból itt van ez a pálya. Annyi a trükkje, hogy azonnal meg kell indulni. Kész. Nyertél. Ennyi. A rutin teszi. Oh, ember. Nem tudom, megpróbálom majd Lászlót is rámenni arra, hogy csináljon ilyen kis buzifoles játékokat, és szúrja föl nektek, mert őrá még én is kíváncsi volnék, hogy hogyan birkózik meg ezzel a fantasztikus pszichológiai jellegű nyomással, amit ezek a játékok képviselnek. Bár most éppen ő elég keményen nyom a dolgokat. Mit kellett volna csinálni? Jól csináltam. Csak elbasztam! Mint ahogy annyi mindent az életben. Hüpp. Jó, persze úgy azért máshogy közben nektek is pofáznom kell a semmiről. Tehát ilyen szépséges azért. Egyébként nem tudom, hány évesek vagytok? Azért kérdezem, mert most olvastam az egyik közismert hazai hírportálom, hogy nagyon be akarják vezetni a zöld teljes nevezés órát. Ez fantasztikus lesz komolyan. Egyébként maga az alapötlet jó, de nem tudom. Szóval imádtam volna minden egyes percét a teljes nevezés óráknak, hogyha kurva jött faszába abba. Jesus fucking Christ. Igen, erről beszélek, hogy hirtelen elkezdesz elhalálozni, és nem érted, hogy voltam éppen miért. De most már kezdem érteni. Oda kéne figyelni a játékra is. Szóval imádtam volna minden egyes percét a teljes nevezés óráknak, hogyha lett volna némi nemű választék, tehát nem az lett volna az egész, hogy kidobják az anyát plac közepére a labdákat, és akkor nyomja a hülye gyerek, de ez még mindig a jobbik eset volt, tekintettel arra, hogy így legalább az embernek volt választási lehetősége. Így gondoltam, igen. De milyen szép lenne, hogyha mondjuk nem csak ezekből a tömegsport jellegű, egyébként nem annyira sok pénzt igénylő sportokból lehetne választani. Hétköznapi jellege az iskolában, hanem szakoktatói felkészültséggel több sportból is. És nem azt mondom, érted, hogy legyen minden helyen, tudom én, íjászat, meg párbajtő, meg ilyen cuccok, de mondjuk igazán lehetne, teszem azt, birkózás, meg szertorna, teszem azt, szerek, egy rakás helyen bőséggel megvannak az iskolákban, már mind a mai napig is, csak ha észrevetétek, a kutya nem használja őket, mert ahhoz felügyelet kell, sokkal egyszerűbb, hogy kibaszni a labdát, amit azt mondtam már. Pedig elképzelhető, hogy egy rakás emberrel sokkal jobban meg lehetne szeretetni a sportot, hogyha választási lehetőséget adnának a kezükbe. Nem tudom. Szóval, ja. Mondjuk nekem sok problémám nem volt az ötletes emeléssel, hála jó Istennek, annak ellenére egy kurva béna voltam majdnem mindenből. Korlátot azt utáltam, a gyűrűt azt imádtam. Ezen ne... De valahogy az egész teljes nevelés órák... Nem áll komolyan, bazd meg, hát ilyen áll. Szóval majdnem mindegyik teljes nevelés órának megvolt ez a nem annyira komolyan vett hangulata, ami egyfelől jó volt, mert az ember tényleg társaságban volt, majdnem olyan volt, érted, mint amikor a sörözés mellett leálltok egyet focizni, vagy valami ilyesmi. De másfelől meg az ember hol elsumákolta, hol nem. Nem arról szólt az egész, amiről kellett volna, én legalábbis úgy érzem. Szóval itt, ezen a részen egy ugrásra nem tudok lefeküdni. Úgyhogy igen, Magyarországon senki nem mondhatja azt, hogy nincsen pénz. Van pénz, általában nem arra, amire kéne, hogy legyen. Meg azt sem mondhatja senki, hogy mondjuk teszem azt, nincs akarat, vagy nincsenek jó ötletek. Az más kérdés, hogy az esetek zömében hogyan vannak megvalósítva, meg kinek milyen érdekei állnak amögött, hogy ez megvalósításra kerüljön. De ez már egy messzebbi vizekre vezetne minket. És engem ez annyira nem érdekel. Helyesebben szólva érdekel, de egyáltalán nem gondolnám, hogy egy játékvideónak ez bármiféle témája kéne, hogy legyen. Amit viszont szóba hoztam, mert úgy gondoltam, hogy meg lehet dumálni a fejetekkel az a testnevelés. Hát én már nem fogok szopni. Én az egyetemen is kitelítettem a kötelező testnevelés órákat, amit pedig sportolok, azt
saját jó szántamból teszem, azt csinálom, amit szeretek, és teljesen más az a fajta motiváció, amikor az ember így áll a dolgokhoz, és nem pedig az orra alá dörgölik, hogy hülye gyerek kötelező, választási lehetőséget pedig nincs, jeljed tud. Mint ahogy például ezt a pályát, és már csak 39, ja igen, ez is egy nagyon bonyolult pályának tűnik, és ennyi megoldani, köszönjük szépen, az utolsó pálya következik. Amit valahogy... ezt is jó magyar módjára, ugye említettem az egyik régebbi videóban, hogy magyarként, én úgy gondolom, hogy megfelelő jogalapon van magyarozni, jó magyar módjára, félig meddig kiskapukkal teljesítettem, és visszahoztam ennek a kőköcsögnek az összes tojását. Rohadt eunuch. Igen! Here, this is your reward. Nagyon szépen köszönöm ezt a kis faládát, amiben elképzelhető, hogy szar sincs. És az aranytojásokból omletteket. Tehát nem tudom, nem azért mondom, de most, hogyha te gravitáció kacsa lennél. Most tegyük fel, ugye nem tudom, hogy milyen társadalmi körből, osztályból származol, kinek a fia borja vagy, meg kikkel barátkozol, meg milyen anyagi körülmények között élsz, de ha tegyük fel egy gravitáció kacsa lennél, akkor te 40 aranytojást elcserélnél egy ilyen buzenás fadobozra, amiben nem tudom, van jó esetben, mit tudom én, 2 kiló arany. Ugyan már gyerekek, ne játsszuk ilyeszet. Jó, nincsen közgazdász végzettsége a gravitáció kacsának, mondjuk úgy látom, hogy ebből az aranyból sikerült önmagának venni egy ilyen fasz a cilindert. Valaki elárulhatná neki, hogy már nem 1840 van. Na jó, hát akkor ennyit erről, congratulations! Hogyha érdekel titeket még ez a fantasztikus fasság, akkor következő alkalommal vissza fogunk jönni a Gravity Duck The Second-del, mint második, azaz nagy gravitáció kacsa. Hát jó, erről ennyit, minden jót! Adjö!